Nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, és ez valójában egy meghívás a május 7-én tartandó szokásos Mária Gyüli zarándoklatunkra. Gyalogosan elindulunk, kimozdulunk, hogy jobban átéljük, hogy az egész életünk valójában egy úton lét. Sok-sok célunk van, sok-sok célt elérünk, de a legfontosabb mégis mindig, hogy hogyan töltöm az időt a célig, mert mindig új célok születnek, és a zarándoklat erre tanít, ebben erősít mindnyájunkat. A jól ismert zarándoklat úton fogunk haladni, Pécs, Fema parkolóból indulunk, ott gyülekezünk, 7:30 indulás, 6:30 gyülekező, Szalánta, Tenkescsárda és Mária Gyüli irányába. Nagyon kérek mindenkit, hogy megfelelő öltözékben, kényelmes, jól kitaposott túracipőben, a napfény ellen fejfedővel, krémekkel védekezünk. Elegendő vizet mindenki hozzon magával útközben, nagyon kicsi lehetőségek lesznek vételezésre. Nagyon fontos, hogy lélekben készüljünk és lélekben legyünk jelen, és így tudjuk megélni ezt a találkozást. Útközben csend, imádság, de mindenképpen közösség. Hisz együtt megyünk, mint ahogy a földi életutunk is, egy közös haladás, egy közös út, hogy utána majd Mária Gyüdön a délutáni szentmisével hálaadásunk és kérésünk ott a szűzanyánál megszülethessen. Az útközbeni ellátásról mindenki maga gondoskodik, a visszaútról szintén. Tehát kérném nagyon átgondolni, hogy akár a helyi járatokra, vagy segítség a családból, egyházközségek maguk szerveződjenek buszokra, külön kocsikra, hogy valahogy egymást segítsük ezen az úton, és különösen segítsük a visszaúton, a visszatalálás útján. Kerékpárosok is készülnek a szokásos módon, ők később indulnak a Székesegyház elől. Minden információ, minden részletes tudnivaló megtalálható mától kezdve az Egyházmegye honlapján, Facebook oldalán. Kérem, hogy nézzék át, és bizalommal keressék az információs számokon a munkatársakat, akik mindenben segítségükre lesznek. Hiszem, hogy ez az út mindnyájunk életét, útonlevését, közösségét, családban, egyházközségben, közösségben fogja szolgálni. Köszönöm, hogy ott lesznek, és köszönöm, hogy találkozunk. Isten áldása legyen mindnyájunkkal.